Bóni Balázsnak, gyerekkori barátomnak terveztem egy pólót. Az alapkoncepció ez a kép volt, amit átdolgoztam, hogy egy kicsit vízfestékesebb stílusú legyen. Ezt megcsináltam fekete-fehérben is, de szeretett volna színeset Balázs. Azt mondta, elég, ha csak az ő karakterét fogom felfesteni a pólóra, de nekem olyan üresnek tűnt, így megalkottam egy hátteret. Ennek a háttérnek elég nagy jelentősége van, hiszen Balázs testépítéssel foglalkozott 14 évig, és most az életében hatalmas változások következtek be. Ezt nevezhetjük egy újjászületésnek is, hiszen szerintem minden ember életében elérkezik az a pont, amikor átgondolja az eddig történt eseményeket, és egy kicsit más irányba próbál meg haladni, másképp kezd el gondolkozni, és más dolgok kezdik el érdekelni. A háttérbe egy napot festettem, ami a férfi erőt, az energiát és az újrakezdést szimbolizálja. Illetve a háttérben ezek a fekete dombok és hegyek, amiből így kiállnak ilyen tűszerű valamik, ezek az elmúlt dolgokat jelképezik, illetve azt a sok nehézséget, amin eddig túljutott. Ez a feladat számomra különösen szívhez szóló volt, hiszen Balázs gyerekkorom óta ismerem, rengeteg közös emlékünk van, és nagyon örülök neki, hogy még mindig tudunk kapcsolódni egymáshoz. Tehát ilyen lett az elkészült póló, remélem, hogy nektek is tetszik, legyen szép napotok!